Honnan hívnak? Mi volt a probléma? Egy éve gyakorlok, és endometriózis miatt jöttem annak idején igazából, hogy akkor ezt hozott ide. Annak idején meg is műtöttek, a műtét körülményei szerencsésen alakultak, és a gyógyulásom is utána szépen. Egy másfél-két hónappal ezelőtt történt az, hogy mentem nőgyógyászati kontrollra, és a nőgyógyász felfedezett egy 8 centi átmérőjű cisztát, és azt mondta, hogy megint meg kell műteni. Nagyon el voltam keseredve. Továbbra is jártam kurzusra, és egyszer egy anamé kurzus alkalmával, nagyjából a ciszta felfedezése után, nem tudom, egy-két héttel, ültem a kurzuson, és éreztem már a kurzus közben is, hogy forróság önti el az alhasamat, amely gyakorlatilag folyamatossá vált. Ez egy hétfői nap volt, és szerdán elmentem kontrollultrahangra, ahol a radiológus gyakorlatilag kinevetett, és megkérdezte tőlem, hogy hol van az a ciszta, ami volt, mert gyakorlatilag nem volt már semmi nyoma ennek a cisztának. Szabad hasi folyék maradt, ami azóta gyakorlatilag szépen lassan felszívódott.